estét kívánok! Kezdődik az Esti Közelkép, ahol most is aktuális témákról beszélgetünk. A környezeti változásokhoz és a társadalmi kihívásokhoz innovatívan, gyorsan alkalmazkodó, emberközpontú, fenntartható szolgáltatás megteremtése. Így fogalmazta meg célját a DKV ZRT egy évvel ezelőtt az arculatváltás kapcsán. A cég egyaránt épít a tradíciókra és az innovációkra. Gondoljunk csak a gyerekek kedvencére, a Zsuzsi vonatra, vagy az éppen tesztelés alatt álló hidrogénbuszokra. Köszöntöm a stúdióban Tóth Szabolcsot, a DKV ZRT vezérigazgatóját, akivel egyaránt fogunk nosztalgiázni és a jövőbe tekinteni. Jó estét kívánok! Jó estét! Ugye a felkonfban említettem ezeket a bizonyos célokat, hát nem könnyű egyik sem. Hogyan sikerült az elmúlt egy évben megugrani ezeket? Az elmúlt egy év sok kívást tartogatott nekünk, erre is számítottunk, hiszen ugye egy arculatváltást indítottunk el a tavalyi évben, és ugye az idei évben ez még kiegészült azzal, hogy a tradíciókra gondolva, hogy egy 140 éves születésnapot is megünnepeltünk, mindamellett rengeteg mérföldkőnek az évfordulója is volt az idei évben, hiszen 10 éves volt a kettes villamos vonal, illetve 15 éve üzemeltetjük ugye az autóbuszos közösségi közlekedés Debrecen városában. Én azt gondolom, hogy ezeket a kihívásokat jól tudtuk teljesíteni, hiszen készültünk is rá minden fronton, de kiemelném akkor a tradíciók mellett azokat az innovatív dolgokat, amelyeket mi szerettünk a 2024 évben megvalósítani. Kiemelve tényleg néhány fontos részét, online értékesítés. Online értékesítésben kijelenthető az, hogy Magyarországon, Debrecen városában vásárolják legnagyobb arányban elektronikusan az értékszervényeket. Ugye az idejében átléptük a 70%-os részarányt bérletek esetében, de a jegyek esetében is 40% fölött vagyunk már. Innovatív megoldás és környezeti kihívások kérdéskörében ugye az idei évben, szeptember 29-én pont a 140 éves születésnapon vettük át a 119 darabos autóbuszflotta utolsó példányát, ugye egy Euro 6-os Mercedes-Benz Connecto csuklós autóbusz. Ezzel lezárult az a 3 éves flotta csere, amelyet ugye 2022 évelején indítottunk el, és hát ha már környezetvédelem, akkor ugye az kijelenthető, hogy ezzel a lépéssel a város mint egy 2500 tonna károsanyag kibocsátástól mentesül az új flotta által. Nyilvánvalóan ehhez társulnak azért az elektromos közlekedési eszközeink és az elektromos autóbuszaink is, hogy ezt az értéket el tudjuk érni. És többször említettem már, hogy ez éves szinten egy 1 millió liter gázolaj fogyasztás csökkenést is jelent a mi életünkben. Innováció kapcsán több olyan Európai Uniós projektben veszünk mi részt, amely előre mutat. Ilyen például az, hogy olyan applikációt tesztelünk most, amellyel az utas ki tudja kalkulálni azt, hogyha bizonyos közlekedési eszközt választ, akkor mennyi károsanyag kibocsátással jár ez, illetve mennyitől tudja megmenteni a várost, mindaz azzal, hogy mondjuk a közösségi közlekedést választja. Pont a napokban telepítettünk le forgalommérő szenzorokat, ez is egy Európai Uniós projekt keretében, Debrecen városa is részt vesz benne. Ezeknek az eredményei majd a jövő évben lesznek hasznosak számunkra is, de a város számára is. Nyilvánvalóan tovább folytatódik az utasszámlálás a járműveken, ezekre alapozva tudtuk korrigálni évközben menetrendünket, és nézni a járművek kihasználtságát, és hát itt egy fontos kérdés, ami pedig a társadalmi kihívások terén volt az idei év fókuszában, az pedig ugye az ipari parkok betelepülése és a gyárak elindulása. Ehhez alkalmazkodva, folyamatosan egyeztetve mind a gyárakkal, mind a helyközi közösségi közlekedési társaságokkal alakítottuk ki azt a menetrendet, amivel most ellátjuk ezeket a területeket,
területeket, illetve a jövőben el fogjuk látni, hiszen az utasszámlálásra is alapozva folyamatosan módosítottuk a mi közlekedésünket is. Ugye az esküvőknél szokták mondani, hogy valami régi, valami új mindig kell. A DKV-nál ez hogyan működik? Ugye tudjuk, hogy van a retro járműpark, de ugye folyamatosan új eszközöket is tesztelnek. Hogyan működik ezeknél? Igen, szintén innovatív megoldás volt az, amit ebben az évben tudtunk tesztelni, ez a hidrogén busz volt, illetve ez három alkalommal történt a városban, ugye januári kezdéssel, akkor két alkalommal szóló autóbusz volt, illetve ugye az elmúlt hónapban pedig egy csuklós hidrogén autóbusz tudtunk tesztelni, amely lehet a jövő egyik innovatív megoldása a helyi közösségi közlekedésben. Ennek a mechanizmusáról egyébként mit lehet tudni pontosan? Hogyan kell ezt elképzelni? Hogyan indul el az a bizonyos busz? Igazából ez is egy elektromos autóbusz. Itt ugye az elektromos energiatárolása történik másképp, ugye hidrogén előállításával, és azt a járműbe betankolva, ugye újra egy hidrogéncellába elektromos áram alakul, és akkor egy elektromos meghajtáson keresztül is egy elektromos autóbusz, ami az előnye az elektromos autóbuszokhoz képest az a töltési idő és a hatótávolság lehet. Tehát, hogyha abban gondolkozunk, hogy a dízelautóbuszt mi tudna egy az egyben kiváltani, az a hidrogénbusz lesz majd. És nyilván megvannak a hátrányai is, amit itt a teszt vagy a tapasztalatok alapján elmondhatunk, az pedig a hidrogén kérdése, hogy lesz nekünk hidrogénünk. Na ez a jövő kihívása lesz majd. És akkor ha nosztalgiázunk is egy kicsit, igen, ugye itt a 140 éves születésnap kapcsán azért retro járművekkel végigvonultunk a piac utcán. Ugye a régi villamosainkból azért többször lehet látni akár gyermeknapon, akár különleges eseményeken. Ezt egyébként miért tartja fontosnak a cég, hogy visszanyúljon egy kicsit és a múltat újra megmutassa? Hát én azt gondolom, hogy 140 évvel ezelőtt kitaláltak, illetve hogyha azt nézzük, hogy villamos járművekkel 1911 óta közlekedünk Debrecen városában, és még a mai nap is ugye ilyen, nyilván korszerűbb járművekkel, de ilyen technológiával üzemelünk, én azt gondolom, hogy a múltat azért meg kell tartani, nem csak a jelennek, hanem majd a jövőnek is, és ezek a nosztalgia járművek azért mind megjelenésükben, mind kuriózumokban, azt gondolom, hogy egy nagyon fontos részei a városnak jelenleg is, és a város történetének is. És hát tervezzük nyilván a jövőben azt is, hogy nosztalgia járatokat azért sűrűbben fogunk üzemeltetni. És ha már nosztalgia, akkor üljünk fel arra gondolatban, arra bizonyos Zsuzsi vasútra is egy kicsit. Még mindig a bűv körében tartja szerintem a fiatalokat és az időseket egyaránt. Mi lehet ennek az oka? Hát ahogy mi 140 évesek voltunk, a Zsuzsi vasút 142 éves volt idén nyáron, tehát el lehet mondani, hogy a városnak egy olyan szelete, amely sok mindannyiunkban kellemes emlékeket ébreszt, és hát úgy gondoljuk, hogy ezt a fiatalságnak is meg kell tudjuk mutatni. Nagyon fontos eszköznek tartjuk abból a szempontból, hogy egy kicsit ebből a városi sürgésforgásból ki tudja szakítani az embert, és ki tudja repíteni, képletesen repíteni a városból a természetbe, és hát erre épültek az elmúlt időszak programjai is, és a jövő év programjai is, egy kicsit a természet közelségét, a természetben rejlő szépségeket szeretnénk megmutatni a Zsuzsi vasúttal. És hát ugye legközelebb mikulásozni lehet ezen a bizonyos Zsuzsi vonaton, erről mit lehet tudni? Azt lehet tudni, hogy december 7-én 17 órától a Rújter utcáról fog indulni a kisvasút, és az Erdészlak állomásig fog menni. És ami az érdekesség az, hogy ugye többször feltűnt a közelmúltban a gőzös, hogy a gőzös fogja vontatni ezt a szerelvényt, egy kicsit még hangulatosabbá tenni ezt az utat. Mi a különlegessége ennek a gőzösnek egyébként? A különlegessége az, hogy ő se fiatal, már 101 éves, és a Zsuzsinál úgymond vendégszerepel, mert a közlekedési múzeum tulajdona egyébként,
és hát minden olyan érzést, amit szerintem a gyerekek könyvben vagy mesében hallhattak, vagy olvastak nekik a szülők, az visszaadja, hiszen sistereg, gőzöl, és minden, amit egy ilyen kis gőzmozdonynak tudnia kell, azt át lehet élni vele. Vezérigazgató úr, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk ma este, és kívánom, hogy ezen a bizonyos Mikulás járaton is tele legyen ismét a Zsuzsi. Úgy legyen, köszönjük szépen.